Felháborodást és ellenállást váltott ki az észak-ausztriai Braunau-ban, hogy Adolf Hitler szülőházát a kormány döntése értelmében emberi jogi képzési központtal ellátott rendőrőrsé alakítják át. Az épület kezelését még 2016-ban vette át a bécsi kormány annak érdekében, hogy ne legyen belőle a néhai diktátort éltető neonáci szentély. Günther Schweiger, osztrák rendező, aki dokumentumfilmet forgat a házról, azt állította, hogy a minisztérium tervei összhangban vannak Hitler kívánságával, ezért felszólította a kormányt, hogy gondolja át a terveket. Ha döntés születik az épület sorsáról, akkor annak mindenképpen olyan döntésnek kell lenni, amelynek semmi köze Adolf Hitlerhez, legkevésbé az ő akaratához, mondta a rendező. Schweiger egy 1939. május 10-i helyi újságcikkel érvel, amely szerint a diktátor kívánsága az volt, hogy szülőházát a kerületi hatóságok irodáivá alakítsák át. Bár Hitler csak rövid ideig élt az épületben, az azóta is mágnesként vonza a náci szimpatizánsokat a világ minden tájáról.